fűtési szezon szeptember közepe óta tart, sokan pedig már le is mondták a szolgáltatást a mostani meleg időben. Identitás megőrzés a sváb nemzetiségben. A német nyelvű oktatás szerepének fontosságáról tanácskoztak Napkoron. Pályaorientáció. Asztalos üzembe látogattak el a Móri Zsigmond általános iskola kertvárosi tagintézményének diákjai. Miközben már szeptember 15-én elindult a fűtési szezon, a napokban csak legfeljebb éjszakánként lehet szükség a radiátorok feltekerésére. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket. A Nyírtávfő Kft. Nyáron számos karbantartást, felújítást végzett el a hálózatán, az elmúlt hetekben pedig már a hibák és hibahelyek felmérésébe is belekezdtek. A nappalok még a késő nyarat idézik, éjszakánként azonban már 10 fok alá süllyed a hőmérséklet. Nem is csoda, hogy a lakások, főleg a kevésbé szigeteltek reggelre kicsit lehűlnek. A csövek már melegek a társasházakban, így ahol van szabályozó szerep és költségosztó, a lakók döntik el, bekapcsolják-e maguknál a fűtést. Amint egy 16 ezer lakásban szolgáltató nyírtávhő a fűtési időszakon kívül, jellemzően nyaranta végzi el azokat a felújításokat, karbantartásokat, amelyek a megfelelő szolgáltatás nyújtásához szükségesek és sok esetben elengedhetetlenek. A több éves tapasztalatuknak köszönhetően már a meghibásodások gócpontjait is be tudják határolni. Olyan helyeken, ahol kereszteződés van, tehát utakban, ahol a burkolat valamiért megrepedezik és be tud folyni a sólé, tehát olyan igénybevételnek van kitéve a vezetőkünk, ezeken a helyeken szokott általában tönkre menni, ezek az útpálya szélén történnek, illetve aknáinkba, ahol be tud szivárogni a csapadék. Tehát mondhatom azt, hogy nálunk nem kiukadnak a csövek, hanem inkább bejukadnak, hiszen valamilyen külső víz, külső esemény az, ami miatt meghibásodás történhet. A hibákat pedig folyamatosan mérik fel. Szeptember közepe óta már mintegy 400 bejelentést kaptak, amelyek 95%-a a radiátor szerepek nyári elzárásából és légtelenítésből adódott. Sokan nem tudják, de nem kell nyáron elzárni a szerepet, hogy folyamatosan áramoljon benne a víz. Az idény egyébként átlagosan indult. Szeptember 20-a körül volt egy hideg hullám, akkor kapcsolták be sokan a fűtést. Mostanra viszont már van, aki le is mondta a szolgáltatást. Az egyébként is melegedő időjárás a lakossági hőfogyasztás változását is magával hozta. 1992 a nyírtávhő megalakulása óta csökkent a felhasználás, bár ez az energetikai korszerűsítésekkel és a tudatos fogyasztással is párhuzamban áll. Most ebben az évben az látszik, hogy elmúlt a 4 évszak és mondjuk 2 lett, hiszen ha visszaemlékezünk, május végéig fűtöttünk. Tehát mintha nem lett volna tavasz, hanem hirtelen májusból. A télből egyszerűen átváltottunk nyárba, most pedig ugye még mindig nyár van, és feltehetően 1-2 hét, és nagyon nagy lehűlések lesznek. Novemberben már bizonyosan, tehát azt mondhatom, hogy az évszakok, a 4 évszakból 2 évszak lett, és hát lerövidült a fűtési idény, bár az elmúlt idényre pont nem igaz, mert májusban is fűtöttünk. Az ügyvezető elmondása szerint üzletileg egyetlen kiút van számukra újabb fogyasztókat rákötni a rendszerre. Közben nyáron megtörténtek a szokásos elszámolások is a május végi mérőállásokkal, ezt követően augusztusban állították ki a számlákat. 90 millió forintot adott vissza a cég az arra jogosult fogyasztóknak, míg 50 milliót szedtek be. Azoknak a lakosoknak kellett ráfizetniük, akik olyan helyeken élnek, ahol nincs jó hőszigetelés, általában a régebbi város részekben. Tovább kell ápolni a sváb hagyományokat Magyarországon, ez volt a fő üzenete a napkori nemzetiségi konferenciának. Az eseményen német nemzetiségi iskolák, önkormányzatok és civil szervezetek tanácskoztak arról, hogyan lehet még inkább beépíteni az oktatásba a svábok és egyéb nemzetiségek identitás megőrzését. Az identitás megőrzés jelentősége és a nemzetiségek kapcsolattartása voltak a témái a csütörtökön immár harmadik alkalommal megrendezett napkori nemzetiségi konferenciának. A nagyközségben működő sváb egyesület 2013 óta azért dolgozik, hogy mind kulturális, mind pedig nyelvi szinten megőrizze azokat a hagyományokat, amelyek a sváboktól erednek. Azért hoztuk létre, mert fontosnak tartottuk azt, hogy legyen egy olyan fórum, ahol találkozhatnak különböző szereplők, mind a civil, mind az oktatás, mind azok az érdeklődő egyének, akik követik a német nemzetiséggel kapcsolatos történéseket, változásokat.
Ugyan a konferencia a német nemzetiség és a német nyelv oktatásban betöltött szerepéről szólt, az esemény valójában minden olyan nemzetiségnek üzent, amely máig megőrizte identitását az országban. A miniszterelnökség nemzetiségi főosztályának vezetője a közoktatás fontosságát emelte ki ennek kapcsán. Nagyon örülök, hogy ilyen konferenciákat szerveznek, mint itt helyben, napkorban ez a mai konferencia is, hiszen meg kell mutatni a magyarországi nemzetiségeket a többségi társadalomnak, és éppen a mai konferenciának is az a témája, hogy hogyan lehet a nemzetiségi identitást erősíteni a köznevelésen, a nemzetiségi köznevelésen keresztül, és szeretném elmondani azt, hogy mit tett a magyar kormány a nemzetiségeinkért, mit tett a nemzetiségi köznevelésért, annak az erősítéséért, azért, hogy a nemzetiségnek nem csak jelene, hanem jövője is legyen. Sesták Oszkár beszédében méltatta a napkori egyesület munkáját. Mint mondta, a sváb hagyományok korábban nagyban gyarapították a magyar kultúrát is. Nagyon is hozzátartoznak a svábok, a német nemzeti közösség a megye múltjához, különösen a kiterjesztett Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egykori múltjához. Egy nagyon fontos népcsoport, amely reméltán lehetünk büszkék, hiszen az ő teljesítményük hozzájárult a megye fejlődéséhez, és reméljük ez így lesz a jövőben is. A megyei közgyűlés elnöke hozzátette, manapság nagy kihívást jelent, hogy a nemzetiségek összetartóan dolgozzanak, és részét képezzék az identitás megőrzés segítő programoknak. A hiányszakmának számító asztalos mesterséget ismerhették meg a diákok az iparkamara legutóbbi pályaorientációs programján. A Móricz Zsigmond általános iskola kertvárosi tagintézményének 7. és 8. osztályos tanulói a Groska Kft. Cég látogatásán vettek részt. A 100%-ban magyar tulajdonú családi vállalkozás asztalos üzeme nemrégiben több millió forintból korszerűsödött. Újabb céglátogatást szervezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara ebben a nyíregyházi üzemben. A tanulók megismerték a vállalkozás történetét, valamint bepillantást nyerhettek a korszerű gépekkel felszerelt asztalos üzem mindennapi munkájába. Sőt, saját maguk is kipróbálhatták kézügyességüket. Mindannyian egy-egy fából készült telefontartót készítettek csütörtök délelőtt. Nekem nagyon tetszik egyébként meg érdekes. Én személy szerint én gépészmérnöknek készülök, de azért ezen elgondolkodok majd én is ezen, mert így elég érdekes. A Groska Kft. Egy faipari vállalat, amely beltéri és kültéri nyílászárók gyártásával, valamint műemlékek felújításával, belső építészettel és bútorok gyártásával foglalkozik. A 100%-ban magyar tulajdonú családi vállalkozásnál 10-12 fő dolgozik, mellette 2-3 tanulószerződéses diákot is fogadnak, akik gyakorlati idejüket tölthetik a cégnél. Csütörtökön 7-es és 8-os tanulókkal próbálták megismertetni a bútorgyártást és bemutatni nekik a szakmát. Az iparkamara pályaorientációs céglátogatásaihoz idén csatlakoztak először. Nekünk nagyon jó kapcsolatunk van. Egyébként tulajdonképpen az iparkamara az a gyűjtő szerve a vállalkozásoknak, ahol azokat a mesterembereket és azokat a cégeket fogja össze, ahol nem csak tanulóképzés zajlik, de olyan minőségű munka, ami a világon bárhol megállja a helyét. Az asztalos mesterség is hiány szakmának számít, így azok a középiskolás diákok, akik ezt választják és tanulószerződést kötnek, havi szinten több tízezer forintos pénzügyi juttatást is kapnak. A tanulók ezt a nyíregyházi céget is választhatják gyakorlati helyként, ami nemrégiben egy nagyobb volumenű fejlesztést is befejezett. Nemrégen van vége ennek a beruházásnak. Ez egy technológiai fejlesztés és gépvásárlás volt. Tehát olyan pályázatokat hajtottunk most végre, ami alapján a csarnoknak az alapterülete jelentősen megnövekedett, és új gépeket szereztünk be, és bevezettük a CNC technológiát. Ezt a 60 millió forintos CNC gépet az olasz gyártó egyedileg a nyíregyházi cég kérései alapján készítette el, így teljesen egyedülállónak számít az országban. Ez részben azért is fontos a nyíregyházi vállalat életében, mert a nagyfokú szakemberhiányt ezzel a géppel tudják pótolni, másrészt a megnövekedett igények is szükségszerűvé tették az új gép beszerzését.
Életveszélyt okozó testi sértés miatt jogerősen 2 év szabadságvesztésre ítélték azt a fiatal férfit, aki még tavaly nyáron a kisvárdai Lesz Fest ideje alatt bántalmazta ismerősét. A bulizás után a Domrádi csárdában előzetes szóváltás követően verekedtek össze. Az elkövető koponya, arc és orrcsonttörést okozott társának. Mint a csütörtöki ítélet hirdetésen elhangzott, a sértett maradandó fogyatékosságot szenvedett, íz- és szagérzékelési zavara van az eset óta. A bíróság súlyosító körülményként vette figyelembe a vádlott ittas állapotát, míg enyhítőként, hogy büntetlen előéletű, beismertetettét, bocsánatot kért ismerősétől és megbánást tanúsított, valamint a neki okozott anyagi kárt, 285 000 forintot is megfizette. Az elkövetőt 1 évre Magyarország területéről is kiutasították, szabadságvesztésének végrehajtását pedig 4 év próbaidőre felfüggesztették. Több mint 2,2 tonna összmennyiségű, számos szempontból problémás növényvédőszer találtak a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal ellenőrei egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei üzletben. Az átvizsgálás során közel 250 problémás tétel találtak. A termékek között egyaránt voltak lejárt felhasználhatósági idejű, sérült, bontott csomagolású, hiányos jelölésű, nem nyomon követhető, visszavont, engedélytől eltérő címkéjű, valamint idegen nyelvű címkével ellátott növényvédőszerek is. A mennyiség nagyságát jól érzékelteti, hogy annak tételes átvizsgálása 2 napon át tartott a szakembereknek. A NÉBIK azonnali hatállyal elrendelte a termékek forgalomból való kivonását, és megtiltotta azok újbóli forgalomba hozatalát. A céggel szemben hatósági eljárás indult, az ügyben akár több millió forintos növényvédelmi bírság is várható. Tanár úr, kérem, én készültem. Sokszor elhangzik majd ez a mondat péntektől a Krudi Kamarában. Ekkor lesz a nyíregyházi premierje Karinthy Frigyes legismertebb művének. A zenés előadást Simon Kornél rendezte, aki Deres Péter dramaturggal közösen szerzője is ennek a változatnak. A dalszövegek alkotója Máté Zsolt, a versekhez a muzsikát Nyitrai László komponálta. Félrefordított fejjel meghajtom magamat a tanár. A jó tanuló felel, magyarázom a bizonyítványom, lógok a szeren. Néhány a novellák közül, amelyeket idősek és fiatalok egyaránt ismernek és kedvelnek. Karinthy műve szórakoztató stílusban tárja elénk a 20. század elejé iskolai életet. Egy kamasz fiú szemével láthatjuk a mindennapokat, a felelések, a dolgozatok miatti izgalmat, a diákcsínyek és nagy iskolai nevetések, viták és hétköznapok nosztalgikus hangulatát. Simon Kornél a tavalyi nagy sikerű Oscar című vígjáték után ismét a Móri Zsigmond Színházban rendez, az idei előadás ötlete tőle származik. Én nekem mindig komoly kihívás, és nagyon szeretek ilyesmivel foglalkozni, olyan darabokat létrehozni, amik eredendően nem dramatikus, hanem mondjuk epikus műből, vagy lirikus műből származnak. Úgyhogy ezt is egy ilyen komoly és véghez vivendő kihívásnak gondoltam, és hát azt hiszem, hogy sikerült, de ezt majd dönts el a kedves néző. Karinthy ezt írt a művéről. Nem látom olyan keservesnek és fárasztónak és nyomasztónak, hanem figyelni fogom benne mindazt, ami benne kedély és humor és emlék és szép fiatalság. Bár a történet a fiataloknak szól, az előadás alkotói nem csak az ifjúságnak szánják a produkciót. Alapvetően ezt így ilyen, hát családi darabnak terveztük. Én szerintem én saját missziómnak érzem megszólítani az ifjúságot, megismertetni és megszeretetni velük az irodalmat és a színházat, és hogy leporolni, bár például Karinthy semmiféle leporolásra nem szorul, de mégis posztmodern utalásokkal, vagy egy-egy ilyen, egy-egy helyzet, vagy a környezet megváltoztatásával olyan fölismerhető és átérhető szituációba helyezni az adott részleteket, amik könnyen megragadhatók a mai fiatalság számára is. A korhű jelmezek és az izgalmas díszlet Nagy Viktória munkája. A tanár szerepét Puskás Tivadar alakítja, diákjait többek között Horváth Viktor, Fellinger Domokos és Gulácsi Tamás játsszák. Róka! Milyen róka? Paróka! Házon belül oldotta meg a távozó Mirjuca László pótlását a kisvárdai futballcsapat. December végéig Kocsis János a szakmai munka első számú felelőse, valamint ismét tagja az edzői stábnak a korábbi vezetőedző Dajka László is. A kisvárda az NB1 9. fordulójában szombaton Kaposváron lép pályára.
A Kisvárda korábbi vezetőedzője Mirjuca László az elmúlt hét elején 8 fordulót követően közös megegyezéssel távozott a csapattól. Szerdán kiderült, hogy a klub házon belül oldja meg az edzőkérdést. Mint Révész Attila sportigazgató elmondta, 6 évvel ezelőtt elindítottak egy utánpótlás nevelő programot, amelynek már látszanak az eredményei, a korosztályos együttesek nagyszerűen szerepelnek a különböző bajnokságokban. Fontosnak tartják, hogy azonos gondolkodású edzők foglalkozzanak a fiatalokkal és a felnőttekkel, így december végéig az a Kocsis János felel a szakmai munkáért, aki eddig is a stáb tagja volt. Bodnár László és Erős Gábor mellett a prolicenses Dajka László is bekapcsolódik a munkába. Megérett az idő arra, hogy azok a kollégák, akik velem vannak már a korábbi időktől, akár 6-7 éve is, és az edzői időszakom alatt is végig ott voltak mellettem, látták, hogyan dolgozunk, milyen döntéseket hozzuk, élesbe is megméretessék magukat, és én úgy érzem, hogy a Jani korábbi beugrásai feljogosítják őt arra, hogy irányítassa egyedül a csapatot, és nőjenek föl mellé a kollégák, a Bodnár Laci, az Erős Gabi, a Dajka Laci pedig egy kettős kapocsként, vagy kapocsként a kettősséget, az utánpótást, illetve a felnőttet fogja képviselni, és a köztük való átmenetet. Tehát ez sokkal életszerűbb, sokkal gyakorlatiasabb megoldást tesz lehetővé. Az eredményesség meg reméljük, hogy megmarad a korábbiakat hasonlóan. Kocsis János szerint az eddig jól működő elemeket erősíteni kell, a hibák számát pedig a lehető legkevesebbre kell csökkenteni a mérkőzéseken. Nagyon fontosnak tartom, hogy óriási változások azért ne történjenek, mivel az nem gondolom, hogy jót tenne a csapatjátékunknak sem, de viszont néhány dolgon változtatnunk kell, ez esetleg a felfogásunk, esetleg egy nagyobb labdabirtoklás, egy hatékonyabb dominancia, több gólhelyzet kialakítása, és mindenféleképpen olyan dolgokat egy picit visszacsempészni a játékunkba, amik az elmúlt időszakban jellemzőek voltak ránk. De azt gondolom, ez nem fog menni egyik pillanatra a másikra, tehát fontos, hogy fokozatosan történjen meg, és legyen meg az átmenet. A tabellán jelenleg 10 ponttal 6. helyen álló Kisvárda szombaton, a 6 ponttal sereghajtó Kaposvár otthonában lép pályára. Gosztonyi András győzelemmel szeretne távozni szülővárosából. Azt gondolom, hogy mind a két csapat a győzelemre fog játszani, habár azt gondolom, hogy a mérkőzésnek az esélyesei nekünk mi kell, hogy legyünk. Azt gondolom, hogy a 3 pont, amivel maximálisan elégedettek lennénk. A Kaposvár-Kisvárda mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik. A 9. forduló további párosítása a következő: Mezőkövesd, MOL-Fehérvár FC, Puskás Akadémia Paks, Zala-Egerszeg Budapest Honvéd, Debrecen Diósgyőr és Ferencváros Újpest. Győzelemmel kezdte a szezont a Sunshine Nyikse. A Kovács Tibor által irányított együttes az MB2 keleti csoportjában 101-59-re verte a BKG Prima Akadémia csapatát. A nyíregyházi kosarasok pénteken Békés Csabán lép meg pályára. Szezonbeli első tétmeccsét a HEP kupában játszotta a Sunshine Nyikse, a nyíregyházi kosarasok az egy osztálya feljebb az NB1B zöld csoportjában szereplő Egert verték 91-43-ra. A bajnokságban hazai pályán a BKG Prima Akadémia Debrecen ellen mutatkozott be Kovács Tibor együttese. A mérkőzésen csak az első negyedben tudták tartani valamennyire magukat a vendégek, a folytatásban kijött a két csapat közötti különbség, és az Olá Zoltán, Asztalos István, Zajász Krisztián által vezérelt házigazda 101-59-re magabiztosan nyerte a találkozót. Már több éve vetétársak a debreceniek, ők is mikor milyen csapattal tudnak kiállni, az NB1B csapatnak a második csapata ez igazából, papírforma mi mellettünk szólt, ezt igazoltuk is, és itt is voltak jó periódusaink, de én azt gondolom ezen a mérkőzésen még több tanulnivalónk volt, akár csapatmorálban, akár taktikai dolgokban, a dobásbiztonságunk már kezd alakulni, ilyen szinten már biztosnak is mondható, de a csapatmorál és elsősorban én ezt emelném ki, ennek mindenféleképp javulnia kell. A nyíregyháziakra pénteken egy rangadó vár, ugyanis a bajnok esélyesnek tartott, több külföldi játékossal megerősített Békés Csaba otthonában lépnek pályára Kósa Tamásék. Állítólag fel szeretnének jutni, Békés megyében szeretnének NB1B-s csapatot, illetve pontosabban Békés Csabán, ennek megfelelően erősítettek. Én úgy gondolom, eddig is nehéz meccseket játszottunk Békés Csabán, de ezzel együtt még nehezebb lesz, de a célunk az változatlan az, hogy szeretnénk győzni mindenféleképp. A realitás viszont nem feltétlenül ezt mutatja, mert kiegyensúlyozott a két csapat, bízunk benne, hogy nekünk jön ki jobban a lépés.
A Békés Csabai bajnokit követően Mezőkövesden lép majd pályára Szentsen Nyikse, hazai környezetben pedig legközelebb október 28-án a Hübner Nyíregyháza Blúsrác elleni Hepkupa mérkőzésen láthatják a szurkoló Kovács Tibor együttesét. Most pedig iradunk végén, nézzük főpíreinket még egyszer néhány mondatban. Miközben már szeptember 15-én elindult a fűtési szezon, a napokban csak legfeljebb éjszakánként lehet szükség a radiátorok feltekerésére. A meleg időben sokan már le is mondták a szolgáltatást. A Nyírtáfű Kft. Nyáron számos karbantartást, felújítást végzett el a hálózatán. A elmúlt hetekben pedig már a hibák hibahelyek felmérésébe is belekezdtek. Eddig mintegy 400 bejelentést kaptak ezekkel kapcsolatban. Tovább kell ápolni a sváb hagyományokat Magyarországon. Ez volt a fő üzenete a napkori nemzetiségi konferenciának. Az eseményen német nemzetiségi iskolák, önkormányzatok és civil szervezetek tanácskoztak arról, hogyan lehet még inkább beépíteni az oktatásba a svábok és egyéb nemzetiségek identitás megőrzését. Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke az eseményen úgy fogalmazott, az említett népcsoport korábban nagyban hozzájárult a megye fejlődéséhez. Újabb céglátogatás szervezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara, ezúttal az asztalos mesterséget ismerhették meg a diákok. Mivel ez szintén hiányszakmának számít, így azok a középiskolások, akik ezt választják és tanulószerződést kötnek, havi szinten több 10 000 forintos pénzügyi juttatást is kapnak. Csütörtökön a Móricz Zsigmond általános iskola kertvárosi tagintézményének 7. és 8. osztályos tanulói a Groska Kft. Céglátogatásán vettek részt. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 17-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Marad a frontmentes idő, az ilyenkor szokásosnál magasabb hőmérséklettel. Péntek reggelig túlnyomóan derült idő várható, éjszaka több felé lesz párás a levegő és több helyen köd is képződhet. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, kora reggel 3 és 9 fok között alakul a hőmérséklet. Az éjszaka képződött köd délelőtt feloszlik, ezt követően pedig többnyire gyengén felhős, napos, száraz időre készülhetünk. A legmelegebb órákban 24 fok körüli értékeket mérhetünk. A hétvégén aztán folytatódik a jobbára napos, száraz idő, éjszakánként köddel. A levegő a délutáni órákban továbbra is jobbára 20 fok köré vagy a fölé melegszik fel.